Sziasztok, itt egy újabb videóban, és ma, ma is a Xiaomi Mi Smart Band 6-ról fogunk beszélni. Ugye a legutóbbi videó a termékről az volt, amikor két hete használtam, hát most már egy hónapja használom. Több mint egy hónapja, és ezért meg tudjuk nézni, hogy mire jó ez az óra. Menjünk az órára. Én nekem ugye tudjátok, hogy van több mi banda is, és ez nekem mondjuk az előző mi band ketteshez képest egy hatalmas nagy erőrelépés volt, hogy elugrottunk egészen idáig, hogy színes kijelző van, meg sokkal több mindent mér, mint véroxigén szint Most nem mutatom végig a funkciókat, mert a két hete használom a 2-t, itt végig menjünk mindenen. Úgyhogy ha nem probléma, ezt most nem mutatnám végig. De azért a legfontosabbakat itt is megmutatom, például van itt ébresztő, van, van izé, időjárás, világóra, van itt ilyen kis bejtés, sok, ugye tudjuk szerkeszteni a kijelzőket, azt, azt is megmutatom mind a három fajtát, itt vannak ilyen nagyon érdekes információk, van ez a funkció, amit sokat használok. Tudjunk nézni a a telefonok a kameráját. Van ilyen időzítős, akármi. Van stopperóra, és többit nem nagyon használom. Tudják rögtön érjük a pulzust, a lépéseket, meg a kilométereket, meg az ilyesmi a dolgokat. Körbenézve az órát egyébként, ilyen csak szép darab szerintem. Én ebben a szíban kaptam, és nincs is más szíjam hozzá. És hogy nyilvánvalóan ezért ebben tartom. Itt vannak szóval, különféle műszerek. Ugye tud pulzust, stressz és véroxigén szintet is mérni. Itt lehet tölteni a mágneses töltő, ami most nincs itt. Nálam itt van egy jelzés, és a többi dolgok. Látjátok, ez teljes képernyős, nyilván azért mindig rossz, még főjele fogom meg. Látjátok, azért itt vannak ilyen kisebb keretek, de nem vészes szerintem egyáltalán. És akkor ugye láttátok itt a háttérbe ezt a dobozt meg már a videó elején is, és akkor most nézzük meg ezt is, de erről egyébként van kicsomagoló videóm, akkor még benne volt minden, most nincs benne minden. Meg tudjátok nézni, itt vannak olyan dolgok, hogy ilyen mágneses töltése van, alvást tud mérni, ez a telefon nem tud fókuszálni, szóval vízálló, meg mindenféle edzésket mérni. Látjátok itt ilyen nagyon szép, egyébként ez 3D-s, 3 d ez az óra, érzed, hogy hol van az óra. Meg a Xiaomi logó is 3D-s. Tényleg ez a 6? Ez a 6 is. Csak ez a Mi Smart Band felirat, ezt nem fordítottak nagyon sok energiát. Itt vannak ilyen. Itt van ilyen papír. És mi is Band 6. Itt vannak a dolgok. Mi 6 még egyszer. Itt. Ja, itt is vannak adatok, én ezt észre sem vettem. Szóval, tudom, mindenféle dolgokat. Ezzel most nem mennék végig, látjátok az órán ott, ott, ott mindent, ami, ami volt. Szóval nézzük az órát. Először is, amit rögtön az első képben látszik, az az idő és a dátum. És ugye ehhez van egy alkalmazás, ugye Mifi a neve. Ha nem töltöttek le, akkor töltsétek le, hogyha van egy ilyen órátok, mert ehhez nagyon jó. Én egyébként a kis miban, de használom, amivel nincs, csak nincs itt most éppen. De a, én ahhoz használom ezt. Ö, sajnos ö, egy, egyszerre csak egy darab ö, eszköz lett párosítva lehet, hogyha fizetős verzióba vagy akkor több is. De, de én azt vettem észre, hogy így az egyszerű ingyenes verzióba csak egy eszköz lehet, és nekem a mi van egy van, mert a más többféleben csak az az egy alkalmazás, ami működik, az már egy olyan régi óra. Szóval a Mifit-en, vagy akármilyen másmilyen alkalmazáson keresztül is, ami elég jó hozzá, ö, szinkronizálódni tud a idő és a dátum, csak úgy, mint bármilyen régebbi órán, akár Xiaomi órán, vagy valószínűleg bármilyen más típusú órán is. És meg amit itt látunk, az ugye itt vannak a lépések, amit már mutattam, hogy ilyen menü van, és itt van, hogy a többi nap mennyit lépek. Hogy kalóriák, meg méterek, hány lépés, ilyen smik. Itt legyetek, hogy van egy axi, itt ugye mutatja, hogy hány százalékon van az eszközünk. A akkumulátorról annyit szeretnénk mondani, hogy ö, ilyen egy-másfél hét alatt merül, szerintem le, nem, nem tudom, most így bemelegedett, mert az elején hetente töltöttem, és most valahogy bemelegedett, és most már csak ilyen másfél-két hetente kell. Szóval ez egy piros pont egyébként neki. A töltésről annyit, hogyha, hogyha 15%-nál felteszed, és fönnhagyod egy, egy óráig kb. akkor ilyen 70% belemegy egy óra alatt, ami 15-ről 85-ra ugrik, az, az, nem, egy, nem egy rossz érték. Na. És hogy látjátok, látjuk a telefonra volt értesítéseket, most nekem én legutóbb tegnap jóval Korábban még kaptam egy ilyet, valamikor 20.59-kor, hogy nem szeretnék törölni. Szóval, hogy ö, lemerült az itt meg a, a kijelző teszt látjátok, ott is van a tárgyak, hogy ilyeneket küldözgettem, hogy kipróbáljam, hogy mondjuk a, az ékezeteket, hogy kezeli az óra, és kifejezetten jól. Van még mindenféle cucc, ugye, amiket mutattam. Itt van a pulzus amit most szeretnék megmutatni, hogy meddig méri a púzust. Egyébként ez a másik videómban is benne van. Azonnal megmutatom. Szóval, mint lehetjátok, fölvettem az órát, és ugye be is állítom rajta a púzust. Be is állítottuk, elkezdte látjátok mérni. És... Hogyha valaki itt ez nem nagyon érdekel, akkor ki fogom majd írni mindenképpen az időpontot, hogy mikorra méri le. De szépen elő lehet ugrani. most már nem, nem érte le van véroxigén szintmérő, meg stressz szintmérő Ö, hát ezek nem mindig működnek, főleg egyébként a stressz szintmérő az nekem elég sokszor nem tudta lemérni, a véroxigén szintmérő az inkább és én egyébként a alkalmazásra visszatérve, hogy nagyon javaslom, hogy a Mifit-et használjátok, ne valami van egy másik alkalmazás Ö, nem tudom most a nevét szóval ilyen kék logója van és hogy azt használja, használjátok, mert ott nagyon sok szinkronizációs probléma van a órával kapcsolatban. Lehet, hogy ez csak azért van, mert ugye én nekem nincs mifitem. De akkor majd azt, hogy, hogy, akkor miért használnál két alkalmazást egy órához. Szóval. Ez egy érdekes dolog. Ez lett volna a Xiaomi egy hónap használat után. Ha tetszett a videó, nyomjatok lájkot like és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem szeretnétek lemaradni további órás tartalmakról, mert még biztos lesz pár videóm erről az óráról, ugye, ahogy használom, fogok majd csinálni róla. Ezt vagyok megígérhetem, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ami mi csak egy érdekesség még, amit itt észrevettem elköszönés után, ha még nem nyomtad el, akkor látod, egyébként kísírtam valószínűleg, szerintem ki fogom majd írni, hogy ne nyomjátok el, mert még van valami, hogy látjátok, itt vannak a... Mennyivel nagyobb ennek az órák a doboz, mint annak? Elég érdekes. Sziasztok!